Sziasztok! Ismét Kressz TV, és egy különleges adásra hívlak titeket, hiszen első alkalom, hogy itt a stúdióban van egy vendégem. A vendégem egy régi jóismerős, Fábián Laci barátom, mondhatom így. Köszönöm. Aki egyébként újságíró, Sportautó magazin főszerkesztője, és ami a legfontosabb, van egy közös műsorunk a Klubrádióban, amiben úgy szokott kezdeni, hogy vendégem Pető Attila. Zavarban is vagyok. Most pedig én mondom, hogy vendégem. Nem is találom a helyem hirtelen, hogy te mutatsz be engem, és nem én téged. Egy sorozatot fogunk indítani, reméljük nagyon sikeres lesz, de előtte meglepetés, ünnepelünk. Nem fogod kitalálni, mi az ünnep célja. Nem tudom. Én pedig tudom, és köszönhetem azoknak, akik nézik az adásunkat, hiszen megvan a 10.000. feliratkozónk. Akkor én már egy népszerű tömegbe érkezem. Tudod, milyen nagy szám ez? Az nagyon nagy. Ezután már csak a 100.000. jön, és állítólag 100.000-nél a YouTube ad egy szép kis oklevelet, amit oda falra ki fogunk tenni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egy év múlva már ezt ünnepelhetjük. Alkoholmentes pezsgő pukka majd akkor, jó? Oké, hát az 1 milliót azt nem tudom megcélozni. 2 pezsgő. Elméletileg Magyarországon egy embernek van 1 millió feliratkozója, ha jók az információim. De figyelj, átevezünk a nemzetközi vizekre. Tanulunk egy kis angol, német, olasz, franciát, ott is belopjuk magunkat a kreszkedvelők környezetébe, és akkor népszerűek leszünk. Mit szólsz? Benne vagyok, csak Angliában nehéz, mert jobb kormányos autók vannak. És azért az ünneplésnek azért van egy szakmai oldala is. Szeretném felrobbantani az internetet a mai filmünkkel, úgyhogy elhoztam azt a kis esetet, amit szerintem a legtöbbet szoktak vitatkozni. Én magam forgattam, én magam voltam akár szabálytalan is, úgyhogy nézzük meg ezt a kis filmet közösen, jó, és döntsük el az egyes vagy a kettes megoldása helye. Hamar rá fogsz jönni, miről van szó. A helyszín az M7-es autópálya, a sláger témánk Székesfehérvártól Budapestig, ahol igen, három sáv van. És nézzük, én ülök az autóba, amit vezetünk, és utolérek a középső sávon döcögő járművet, és szépen, gyönyörűen jobbról elmegyek mellette. Ez az első variáció. Vagy esetleg mit mondunk, hogy szabályosabb-e a második variáció, amikor szintén a középsőben döcög egy sötét autó, bemegyek a belső sávba, nézd meg, megelőzöm, és utána annak rendje módja szerint, nézd csak, ott van a tábla, hogy mi van rajta? Ez élete legszebb rendező, tarts ugye? Tarts jobbra, ugye? És kimegyek a jobb szélre. Na, beszélgessünk erről. Jó, szerintem ezt a direkt csináltad én. Először is, ugye? Jó, de ez abban a szempontból fontos, ugye, hogy ha például a műsorban is beszélünk arról, hogy mikor 140-en mentünk természetesen német autópályán, ez kicsit olyan, nem, hogy azt a műsor, hogy azt a közönség kedvéért csináltad így. Nekem a kettes tetszik. Neked a kettes tetszik. Hát, ha most megkérdezném, és kérem is azokat, akik majd itt a kommentbe írogatnak, hogy ők egyes vagy a kettes variációt tartják az abszolút szabályosnak, biztos meg fog oszlani az internet népe. Úgy szokták hívni, hogy Kressz professzor, tehát én úgy gondolom 30 év óta bizonyítottam, és egy kicsit értek a Kresszhez, de ez az a téma, amikor szó szerint engem is egy párszor lehülyéztek, hogy nincs igazam. Nincs konkrét szabály erre? Hát erről beszéljünk egy kicsit, visszateszem arra a helyzetre, amikor jobbról megyek el egy másik jármű mellett, hogy miért nem jó ez. Tehát ugye a Kresszben egyértelműen benne van, hogy egy másik azonos irányba haladó jármű melletti elhaladás előzés. Előzés? Hát, ha ezt a fogalmat nézem, akkor igen. Igen, nekem kikerülés szó jut eszembe elsőre. A kikerülés biztos, hogy nem jó, mert a kikerülésnél úgy definiálok ezt, hogy álló járműben megyünk el. Tehát ez kikerülés nem lehet. Jó. Előzés lehet, és a Kressz azt mondja, hogy előzni alapvetően balról kell. Itt viszont mit látunk? Honnan előzök? Melyik jobbról a jobb kezed? Megvan, ugye? Igen, jobb, igen, bal igen kezem, jobbról előzök. Nekem ez még működik, igen. Van két kivétel egyébként, amikor jobbról is szabad előzni, hogyha egy jármű előttünk balra kanyarodik, kereszteződés. Vagy ha kialakult a párhuzamos közlekedés. Azt hagyjuk végül. Jó. Na, ott lesz majd a vita. Tehát a második eset az, amikor villamos megy az út közepén, ez majd perdöntő lesz egyébként. Azt mondja a Kressz, az út közepén haladó villamos jobbról kell előzni. Nem tudom, milyen motor van benne. Hát, ha elektromotor, akkor...
De akkor mi van a vita? Hát akkor elmondtuk, előzés, jobbról nem szabad előzni, akkor miért van a vita? Azt nem tudom. Hát azért, mert a Kresszben a fogalom meghatározásánál van egy kitétel, és itt szinte minden szónak jelentősége van, hogy párhuzamos közlekedés esetén az egymás mellett elhaladó járművek nem minősülnek előzést végrehajtó járműnek. Ezt nem értem, ez még egyszer mondanád? Tehát párhuzamos közlekedés esetén igen. Az egymás mellett haladó járművek nem minősülnek előző járműnek. Hát ez párhuzamos közlekedés. És egymás mellett halad. Igen. Na de akkor ezek szerint párhuzamos közlekedésnél soha nincs előzés? Soha nem beszélhetünk előzésről? Uh-huh. Fú, ez nehéz ügy. Na itt jön a vita. Uh-huh. Tehát sokan azt mondják, hogy ez a kitétel érvényes erre az esetre. Megvan? Igen, oké. Okay. Na hát most akkor ez szabályos volt akkor az egyes pont is. Hát előzés vagy nem előzés? Tehát ugye nem tudjuk, mi van előtte. Tehát megint ugye mi a gond, ha egy baleset van, elmegy mindenki, ketten ott állunk, mondjuk mi ketten összeütközünk, jön a rendőr helyszínen. Mert ő mondjuk jobbra húzódik. Hát igen, szabálytalan a jármű egyébként, hozzáteszem, mind a kettő, mert a jobbra tartás értelmében hol kellene menni autópályán? A jobb szélsőségben, nem ott mennek. De mivel ott belül megy, most mit csináljak? Sokan abban érvelnek, várjál, hogy az az előzés csak amikor sávot váltunk. Tehát ha mögötte mentem és kihúzottam jobbra, úgy megyek el az előzés. Uh-huh. Ezt el tudom fogadni, de mennyivel előbb mentem el jobb szélre? Hát lehet, hogy 50 méterre, lehet, hogy 500 méterre, lehet, hogy 5 kilométerre. Tehát lehet, hogy mentem én a belső sávba, és valamikor kimentem a szélére. És itt lesz perdöntő, amit mondtam, hogy a villamos jobbról előzzük meg. Uh-huh. Hol megy a villamos? Középen. Én hol megyek? Jobbra. Mellette. Igen. És ha az előzés a Kressz szerint, akkor nem csak az az előzés, amikor mögötte megyek és irányt változtatok és megelőzöm a másikat. Ez iszonyat bonyolult. Nem lehetjük egyszerűsíteni, tehát akkor elvileg mindkettő szabályos? Én azt mondom, hogy elfogadható mind a kettő. Ebben az esetben, ha valami baj van, baleset egyéb, akkor nehezebb lesz kijönni belőle. Uh-huh. Én azért mégis biztonságosnak azt tartom, amikor balról előzzük meg a másikat. A film végén tökéletesen lehet látni, hogy meg lehet ezt tenni, mert sokan írják, hogy ez bonyolult meg. Hát mi van ebben bonyolult? Okay. Kiteszem balra az indexet. Egyébként lehet, hogy mögérek, megadom az esélyt, hogy ő kihúzódjon jobbra, nem? Elmegyek mellette, balról megelőzöm. És nézd meg utána példaértékként, nem csak a középső sávba húzódok ki, hanem a jobb szélére is. Villanthatok rá zárójeles információt? Persze, mindenképpen. De szabad? Szabad. Uh-huh. Szabad. Tehát, hát a villantás megengedhető. Észbe kapjon, mert te rossz helyen mész. Azt mondja a Kressz, hogy lakott területen kívül, akár még dudálhatsz is rá, hangjelzéssel, fénykürttel lehet jelezni az előzési szándékot. Na de akkor visszakérdezek, ha az előző nem előzés. Akkor viszont nem villanthatsz rá. Tehát ugye, itt ezért van ennek lényege, hogy előzés, nem előzés, mert más szabály is kapcsolódhat hozzá. Mert ugye azt mondjuk, hogy az egymás mellett haladó járművek, akkor az nem előzés. Na de mit mond a Kressz? Autópályán személygépkocsival több járművet is megelőzhetsz. Tehát a folyamatos előzés definiálja a szabály. Hát akkor a folyamatosan egymás mellett haladó járművek is lehetnek előzést végrehajtó járművek. Sajnos az a konklúzió a végére, talán ez a legjobb csattanó befejezés, hogy a Kressz nem egészen pontos ebben a meghatározásban, mi autósok pedig az interneten keresztül vitatkozhatunk, úgyhogy ne zárjuk ezt a vitát, és nézzük meg, hogy mit fognak reagálni azok, akik nézik a filmeket. A rendőrségnek megüzenhetek innen? Igen. Én azt gondolom, hogy ezt is jobban kéne figyelni. Tehát, hogy ha lenne mondjuk autópályarendőrségünk, ami talán már papíron sincs, akkor ezeket jobban kellene figyelni. Mármint azokat, akik szólóban középen. Középen, mert igen. Tehát, hogy mit tudom én, Székesfehérváron beáll középre, és akkor a... Vagy eset, most olvastam épp nemrég egy híradásban, hogy bácsi meg 40-50-nel ment a legbelső sávba. Az M1-esen, de állítólag nem volt beszámítható, őt félre is állították. Na, nekem valami történt. Jó. Na, szerinted jó ez az adás így ünnepelésnek? Jó lesz ez. Most már tudod, mi lesz nehéz kitalálni, hogy mi lesz a 100 000. feliratkozónál? Mit találunk, hogy valami olyan téma? A pezsgőn túl. Meghívjuk őt pezsgőzni. Jó, jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és tényleg nagyon nagy köszönet azért, hogy követitek a csatornát, hogy ilyen sokan megnézitek a filmeket, hogy ennyien feliratkoztok, és valóban csak remélni tudom azt, hogy nagyon-nagyon sokat tudok segíteni, ahogy szoktam mondani, azoknak is, akik nagyon régóta vezetnek, ismeretfelújítás az mindig jól jön. Igen. És természetesen mindig gondolok azokra is, akik éppen most járnak úgymond gyerekcipőbe, és most készülnek a keszvizsgára, ezekből a filmekből úgy gondolom nagyon sokat tanulhatnak. Köszönöm, hogy velünk voltatok, köszönöm, hogy Laci eljött, és akkor a sorozatban találkozunk majd. Sziasztok!